Sziasztok! Kata vagyok, és ebben a mai videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy miket vettünk a Pepco-ból. A Pepco-ban július 16-án. Szóval, a Pepco-ban július 16-án voltunk, és most kivételesen nem az itteni Pepco-ba, hanem a Békés Csabaiba, mert Békés Csabán voltunk. De ezt úgy is tudjátok, mert a szinszélyes az hamarabb kimegy. Igen. Na szóval, vettünk egy pár dolgot a Pepco-ba. Ugye, ide ki is pakolom, vagy nem tudom, hogy pakoljam, de ez csörög itt, nem? Egy pár dolgot vettünk tényleg. Pár dolog értük ott múlva. Ez is. Meg akkor mindenhozok egy terméket, nem az viszont. Na, ne dőlj el, Léci. Szóval, a Pepco-ba vettünk egy párnát megint, mert ami volt, amit a múltkor vettem, az párom öccse, az sógorom szokta használni, hogyha itt alszik. Ezért vettem magamnak egy másikat, 390 forint volt ez a párna, tudjátok, ez az olcsó párna. Csak már ki van bontva. Ez ilyen átlátszó szacskóban, nejlóban van benne, vagy mi ez. Igen, akkor vettünk ilyen antibakteriális törlőkendőt akartam venni. De az nem volt, csak ilyenek voltak. És nedves zsebkendő van ráírva. Erre is. Igen. Vettem egy dínósat, meg egy aloeverásat. Ezekben ugye van 15 darabban bennük. Ez már fel van bontva. Ezt már használtam. És ennek darabja 120 forint. Én csak ilyeneket szoktam beletenni a táskába, mert hogy elmegyünk például fagyizni, vagy bárhol vagyunk, és csak megtöröljük vele arcunkat, kezünket, hogyha nincs a közelben mosdó, ahol meg tudnánk mosni. Igen, és ezt szoktunk használni. Akkor vettem, ennyit vettem magamnak, bár mondjuk ez a nedves zsebkendő, ezt mondjuk mindenki használja, de jó, hogy remeg ez a izé. Na mindegy. Akkor vettem a kisfiamnak 5 pár zokni volt egy csomagba, ilyen bokazokni. Van ilyen csíkos, ilyen kék, szürke, zöld csíkos. Akkor van benne egy ilyen szürke, fehér, fekete, zöld csíkos. Van benne egy ilyen fehér, fekete, zöld, kék csíkos. Meg van benne egy ilyen szürke, kék, fekete, fehér csíkos, meg van benne egy fekete, kék, zöld, fehér, mondjuk ezek változnak össze-vissza. Na ezt az oknit vettem neki, ez majd jó lesz óvodára, hogyha majd kell zokni, vagy hát gondolom, hogy kell zokni, vagy mit tudom én, még nem volt szülétek, ez lett, még nem tudok semmit, de nem hiszem, vagy nem tudom, hogy mikor rakom ki ezt a videót. Most nem tudom, hogy fejből, mert úgy szoktam, hogy előző hónapban mindig összeírom, hogy a következő hónapban milyen videók lesznek sorba, és akkor úgy gyártom le őket. Szóval, hogyha írtok videóötleteket, mert szoktam kapni, hál' Istennek, nagyon aranyosak vagytok, akkor azokra úgy számítsatok, hogyha például most van augusztus, akkor legközelebb szeptember be tudom teljesíteni. Bár mondjuk most van a szeptember is megvan, mondjuk egy videónak még nem tudom, hogy mi lesz, egyik videó, de majd akkor biztos kitalálom addigra.
Igen. De lehet, hogy az egyik sütit azt ebben a hónapban már megcsinálom. Mert kitaláltam egy sütit, hogy milyen, betaláltam egy receptet, és hogy azt akartam volna megcsinálni, de amit az egyik kedves nézőm küldött egy süti ötletet, az jobban hangzik, és jobb, szerintem izgalmasabb, legkülönlegesebb, bár mondjuk ilyen sütiről se hallottam még, amit találtam. Na mindegy, de azt is majd megcsinálom valamikor, de most ezt fogom megcsinálni szerintem az egyiket, de majd meglátjátok, hogy melyiket, mert én már tudom. De az is lehet, hogy ezt a videót, mikor látjátok, már kimegy az a videó. Nem tudom. Na mindegy. Na lehet, akkor ki fog menni. Nem baj. Utólag. Na mindegy. Jó van. Na. Szóval vettem a kisfiamnak kis gatyikat. Alsó neműket az óvodára. Már egyszer vettem egy csomaggal, de még vettem hozzá két csomaggal ebbe. Ja, ezt nem mondtam, hogy 27-től 32-ig. Nem. Van? Milyen 32? Mi vagyok? 27-től 30-ig van a méret. Nem tudom, mennyire látjátok. Szerintem semennyire. Na mindegy. És ez 98-104-es, négy van benne, van egy ilyen dínos. Bár mondjuk nem tudom, hogy illik ilyeneket mutogatni, mert mondjuk, hogyha én vennék bugyit, azt sem mutat, azt nem mutogatnám. Na mindegy. Ha még egy dínos, meg még egy dínos, ez meg egy sima, ilyen krém színű. Igen. Bézs. Kérem. A másik pedig egy ilyen szerszámos, ez a kisfiamhoz nagyon illik ez a szerszámos. Mármint, igen, a szerszámos, szereti a szerszámokkal játszani. Mindegy. Ezért, még kicsi a... Semmi. Zárjuk be. Ez is 98-104-es, és négy darab van benne. Ebbe is van ilyen szerszámos. Van egy sima zöld, egy még egy szerszámos, meg ez egy ilyen robotos. Ja, és 780 forint volt ez, meg ez is 780 forint volt. Van rajta. És ennyit vettem a Pepco-ba. Ja, megvettem egy gyurmát neki, egy ilyen 4 vagy 5 van egy csomagban. 4, nem? Azt hiszem. Ez a 780 forintos, vagy hány forintos? Mindjárt meg is nézem. Hát, esküszöm, nem találom. 780. Aha, jó. 780 forintos gyurma, amit ide berakok most, vagy ide, vagy hogy van, mit tudom én, hogy következik. Szóval most berakom. Na. Szóval ennyi lett volna ez a mai videó. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra, ha szeretnél, ha tetszenek a videóim. Köszönöm, hogyha megnézed. Igen. Ja. Majd még jövök sok videóval a sütésről, meg nem tudom, hogy most. Hogy van. Na mindegy. Nem is gondolkozok rajta, mert ez a telefonomban van beleírva, és ezzel a kamerázok úgy sem tudom megnézni. Vagyis meg tudnám, de akkor le kell állítani, nekem meg nincs kedvem hozzá, hogy leállítsam a videót, de úgy is látjátok majd, hogyha kirakom azt a videót, vagy ezt rakom ki előbb. Na mindegy. Szóval odaadom akkor a blokkot. Igen, nem adom a blokkot akkor. Na, sziasztok! Legyen szép napotok!
Itt a nyugta, a blokk, itt van rajta minden. Ja, és elfelejtettem, mennyit fizettünk. Elfelejtettem mondani. 3925 forintot fizettünk. Na jó van. Csiki, csiki.